Évek óta nagyon rossz állapotban van a Lánchíd, amelyet fel kellene újítani. Az elmúlt hetekben azonban komoly vita alakult ki a főváros vezetése és a kormány között abban, hogy ennek a felújításnak a költségeit valójában kinek is kellene állnia. A budapestieket kérdezzük arról, kinek adnak igazat ebben a vitában. Hát nézze, ezt már el kellett volna kezdeni. A Tarlós megmondta, az ATV-n volt a, nem tudom, egy hete egy riport, hogy félre van téve a pénz. Hát remélem, hogy nem nyúlják le a Karácsonyék. Hát ha a kormány vett el, akkor minden bizonnyal majd a kormánytól kell kérni a megfelelő támogatást, hanem nagyon jól el tudom képzelni sétáló utcának. Mindenki szeretné. Én alapvetően ezt egy állami feladatnak tartom, mert a fővárostól olyan mértékben elvonták a forrásokat, hogy nincs is miből felújítani. Szerintem közösen kellene kormánynak ugyanannyit, mint a fővárosi önkormányzatnak. Néhány kinek ad igazat ebben a vitában? A kormánynak. Kormánynak, mert a pénz ott maradt, és elő volt irányozva, ha jól emlékszem, 26 milliárd, nem emlékszem pontosan az összegre. Tehát mikor ez a majom, ez a mostani polgármester, mikor belépett, akkor a pénz úgy hirtelen eltűnt, vagy hova lett? Hát jelenlegi helyzetben akkor meg kéne előlegezni a kormánynak ezt a kis összeget, mert tényleg szarul néz ki. És erre normális ember mit tud mondani? Azért csak a miénk, és az államnak azért csak meg kéne finanszírozni. Hát én ebben nem látok bele, de Tarlós István nyilatkozott, hogy erre megvolt a pénz, és a kormány által ígért milliárdok is rendelkezésre állnak. Én csak ezt tudom önnek mondani. És ki tudja, ki mond itt igazat? Ami le van írva, ki van mondva, a mögött van az igazság. Nem fogjuk megtudni. Engem egy érdekel, újítsák fel a hidat. Hogy ki fizeti, mi fizeti, hol érdekel engem, újítsák föl. Kinek lenne inkább a feladata, az állami, a Lánchíd vagy a fővárosé? Hát szerintem ez az állami. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan érték, amit az államnak kéne fölvállalni. Hát az állam már adott egyszer erre 6 milliárdot pluszba. Hát a többi meg a főváros dolga, nem? Csak ugye a Karácsony Gergely most arra hivatkozik, hogy a kormány több 10 milliárd forintot vont el ugye a pandémiás helyzetre hivatkozva, és hogy most már nincs meg. A Kovács Karácsony Gergely idáig se tetszett, ezután meg még inkább nem tetszik. Szerintem az államnak lenne feladata. Egyértelmű, mert a főváros nem tud mindent finanszírozni, én úgy gondolom. Fogalmam sincs, hogy kinek lenne a dolga kifizetni. Az adóból fizetik így is, úgy is, úgyhogy szerintem teljesen mindegy, hogy kinek a dolga. Hogyha a kormány olyan elképesztően el van magával telve, hogy mindent el tud intézni, akkor intézze el. Szerintem kevesebbet kéne cseszegetni az önkormányzatokat, aztán majd lesz belőle híd valamikor. Hogyha eddig nem volt sürgős a Fidesznek, akkor szerintem most már ne legyen annyira sürgős. Én szerintem is osztozzanak meg, jöjjön létre valami kompromisszumos megoldás. Ezt a fővárosnak sok. Én szerintem.